Magyarország egyik legnagyobb vállalata, amely a sport szponzorálásában is élen jár, logója ott van a videoton. focistány, támogatja a szolnoki kosarasokat, és Mielis Norbert istálóját is, Szilágyi Áron mögött is ott állnak, van tehetségkutató programja a Jégkorong Liga névadó főszponzora, segíti a Vivo VB idei rendezését. Nem folytatom a MOL és a Sport a téma szóvár az Olajtársaság hazai kommunikációs vezetőjével. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szerint. Na ugye, mint az egyik legnagyobb szponzorai a magyar sportnak, a cég, az Olajtársaság mennyit költ egy évben sportra? A sportra és mecenatúrára, ami ezt kettőt együtt kezeljük, közel 3 milliárd forint. 3 követünk. milliárd. Nem kevés pénz, ha megnézed azt, hogy Éves szinten hány ezer milliárd forintamonnak az árbevétele, mondjuk csoport szinten nemzetközileg az az már legalább 4000, forint, 4000 milliárd forint, tehát ahhoz képest nem tudunk soknak, de szerintem Magyarországon... Tehát ahhoz képest azért összeszedhetnétek magatokat mondani. Jó, de hát vagyunk Szlovákiában is, vagyunk Horvátországban is, tehát Ománban is, és ott is kell ilyen, ilyen, jó célokra áldozni. Magyarországon mintegy 3 milliárd forint, a, amit erre fordítunk. De akkor Én... abban a kultúra és sport... Abban benne értendő. van kultúra és uh -huh. van benne egészségügy, uh -huh. az nem annyira hangos, de nem is baj, van benne egészségügy és van benne sport, ami a leglátványosabb valóban az, az a támogatás. És a legnagyobb rész is, a 3 milliárd. A legnagyobb rész is a sport, hát azért nem olcsó mulatság a sportot támogatni, egyrészt vannak ezek a nagy szponzorációink, amik elég sokba kerülnek, de szerintem megéri a pénzt, tehát legyen egy, egy, egy élvonalbeli fociklubnak a támogatása az nem kevés pénz, vagy mondjuk a szolnoki kosarasoknak az Adria Ligában való szereplését, hát hogy támogatjuk, az sem kevés pénz, tehát a legnagyobb része a sporttámogatás, az a 3 milliárdos támogatási büdzsénknek, igen. Na most ugye a szolnoki kosarasokat értem, hát az egy olajos csapat eleve, tehát a tradíciója miatt is logikus, hogy ott van lát. De vegyük a, a futbolt, videóton. Uh -huh. uh, és hogy uh, hogyan választatok? Tehát miért éppen, miért pont a videótam. Uh -huh. A MOL azért, azért egy kereskedő cég, tehát úgy gondolkodik és úgy él, hogy amiben beletesz pénzt, abból szeretne még többet kivenni. És a Videoton az ilyen szempontból egy 2008-as történet. 2008-ban, amikor a Videoton új menedzsmentje a Garanci Pistával átvette a vezetést, ők elkezdtek szisztematikusan fölépíteni egy új klubot. Egy gyakorlatilag a nagyvállalati modellhez megfelelő menedzsmentet hoztak oda, kialakítottak egy nagyon profi nyugat-európai adminisztrációt, és nagyon csúnyaszót fogok mondani, üzleti alapra tették a focit és azt látta a MOL, hogy, hogy, ez egy ilyen első fecske talán a magyar, magyar élvonalban, és ezt az üzleti modellt ezt érdemes követni, mert a fociban nagy üzleti lehetőségek vannak cégek számára. És ezért a videóton uh, esett a választás, pont azért, mert ők kezdték el először. Később más csapatok is csatlakoztak el, sőt az MLS egész gondolkodásában elindult ez az üzleti uh, szemlélet, de a videóton volt az első. Úgyhogy rájuk ezért esett a választás, mert azt láttuk, hogy az itt befektetett pénzünket később fiatatni tudjuk, és abból vissza is tudunk hozni, és egyébként az eddigi eredmények ezt igazolják vissza. Tehát jóval Jóval nagyobb ö, 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 hasznot, hogy hozomot tudtunk elérni a pénzből, köszönhetően annak, hogy a videóton azért elég jól szerepelt, mind ha mind pedig a nemzetközi szerepben. Hát akkor ne legyünk álszentek, azért az is, az is benne van ebben, hogy a, ha bár a, nyilván a MOL vezetői szoros, meg jó viszonyban vannak a mindenkori politikai vezetőkkel, abban is kell lenniük, egy csomó kérdésben, de hát ugye, ha ezt a csapatot szponzorálják, akkor viszonylag gyakran tudnak a miniszterelnökkel találkozni. Nem kell, minden, a nem kell minden bokor mögött politikát látni, és egyébként aki ismeri a miniszterelnököt, az tudja, hogy a foci meccsen vele nem fociról Sok ad, nem lehet beszélni. Uh -huh. Tehát aki azt gondolja, hogy a vip esetleg el tudja intézni a, a MOL bármilyen bajos ügyesből és ügyeit a miniszterelnökkel, az nagyon téved. Pont, hogy szerintem sokkal nehezebb, mert hogy nem lehet ezeket a témákat felvetni. Hát én se lennék egyébként fogékony arról, hogy egy foci meccsen más témáról beszéljek. Ott a fociról van szó. Az, hogy a miniszterelnök meg azt, hogy a MOL együtt van a vip az egy adottság. A videóton támogatása az nem egy politikai alapon meghozott döntés volt. Az, az akkor az egy azt mondod, hogy az egy gazdasági élet. Egy gazdasági, az üzletileg felfogló uh -huh. döntés, és mondom, az egész mögött az van, hogy a videóton az elmúlt években sikerült egy nagyon jó üzleti lábakra tenni, és ennek látjuk az üzleti hasznát is. De akkor ez meddig tart ez a hosszú, mert oké, okay, az első fecskét kinézte magának a MOL, azt mondja, hogy ebbe érdemes belefektetni, érdemes mellé állni, csak hát közben, hogy ezt említetted is, éledeznek klubmodellek, éledezik az MLS, modernizálódik, itt van például a Fradi. Hát a Fradi szuklók biztos többet tankolnak, mint Orbán Viktor és a Videoton hívei. Hát most ilyen furcsa helyzetbe teszel engem, mert én is a Fradinak drukkolok, ha már foci csapatot kell választani. Nyilván ott is egy átalakulás van a Ferencváros klubnál. Ott nyilván megvan a maga üzleti modell, megvannak a támogatók. Jelenleg nem szemezgetünk, hogy más élvonatbeli klubhoz csatlakozunk. Ugye MOL az Azért egy hosszú távon gondolkodó cég. Tehát maga a bányászat is olyan, és most nagyon unalmas témába fog belecsapni. Az olyan, hogy az ember elkezd kutatni a föld alatt, és abból 20 év múlva lesz kincs. Nem azonnal. Tehát milyen lassú gondolkodású, hosszú távokban gondolkodó cég vagyunk ebből a szempontból nem biztos. Lassú olajpartot akar... most. Lassú olaj aranyat most. Nem hiszem, hogy ki akarnánk pattani ebből a, a videóton a történetből, csak azért, mert esetleg lenne mondjuk egy vonzóbb klub a piacon. Mi azt gondoljuk, hogy el kell kezdeni. Csinálják szisztematikusan végig, és abból meg lesz az eredmény. És most egy nagyon nagy huszárvágással a Áron tudnám idehozni a történetbe, aki pont ugyanígy kezdte el a működését, 16 évesen a, a, a Molnál. Emlékszem, megkerestük azt a levelet, amit az édesanyjait, amikor 16 éves volt, és azt kérte a Moltól, hogy segítsük az Áront, hogy vegyünk egy vívókészletet neki, mert hogy nem tud versenyezni 16 évesen. Ott indult az együttműködés, uh -huh. és hát látszik, hogy egy londoni, egy, egy olimpiai bajnok már a, a, a MOL csapat tagja, 7-8 év alatt gyakorlatilag kinevelődött egy, egy, egy világsztár, egy 16 éves fiatalból, mi így gondolkodunk. Uh -huh. Tehát nekünk ez a filozófiánk, hogy megkeresni a kincset, mint a bányászat. megkeresni a kincset, azt ápolgatni, dédelgetni, és akkor aztán abból hasznot hozni. Na, és a huszárvágással eltértünk a focitól, a videót hagyjuk is, mert ne csak arról beszéljünk, de hát ott van egy másik támogatottatok, Puskás Akadémia. Uh -huh. Itt ült az előbb Bence és még edző. Na, hát akkor ez, ezzel kapcsolatban mit tudunk mondani? Tehát, hogy, hogy Fradi azért nem, Újpest mondjuk nem, na de hát akkor itt van megint egy politikailag jól csengő név. Ugye a videóton támogatása az a szponzoráció. Tehát ott az egyértelmű, hogy mi azt szeretnénk, hogy a MOL márkája a MOL márka érzése, az közeled menjen az emberekhez, és a videótonál egy nagyon jó közeg, nagy logó, szurkoló élmények, a stadionban is ott vagyunk, tehát az, az egy viszonylag egyszerű kapcsolás. A támogatás az nem ilyen, tehát ott nem az a cél, hogy a molnak közvetlen haszna legyen ebből. És a Puskás Akadémia és egyéb más nagyon sok utánpótlás nevelő intézmény támogatása, az ez utóbbiba tartozik. Tehát ott nem rólunk szól a történet, ott nem a MOLT akarjuk előre helyezni, hanem önmagáról magáról az utánpótlás nevelésről van szó, és ebből a Puskás Akadémia az egyik egyébként, vannak más ugyanilyen nevelőintézetek, és egyébként ez az inkubátor logika, ez mondom nagyon illeszkedik a molhoz, hiszen a tehetségeket is így keresünk meg, a tehetség gondozókat is így keresünk meg, tehát így strukturálisan illeszkedik a mol filozófiájához, hogy, hogy akkor egy olyan akadémiát is támogassunk, aki egyébként a az általunk szeretett fotbalt, magyar fotbalt viszi előre, úgyhogy ezért van a mol benne a Puskás Akadémiában is, de mondom ott nem szponzoráció, hanem inkább támogatás szinten. Akkor arra ne várjuk, hogy a Dunakeszi futszál csapatot a Kinizsit támogatni fogja Hogy Nem vagyunk. Azért, hogy nem fogjátok. Jékorong liga, mert az azt gondolom, hogy nagyon fontos, ez mennyire jött be a Ugye itt egy olyan regionális ligáról van szó, amelynek névadó főszponzora az olajvállalat. Mekkora potenciát láttok ebben, akár az osztrák központú Ebel ligával szemben is? A hoki az, az, kicsit más strófra jár, mint a, mint a foci. A, a elkezdett 2001-ben nemzetközileg terjeszkedni, főleg a régióban, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban. És egy olyan sportot akartunk keresni, amely minden országban ott van, és egy olyan közös nevezőt tudunk létrehozni, amit minden országban szeretnek. Nem az első számú sportot kerestük, hanem azt, ami úgy, úgy éppen éledezik. Tehát egy ilyen feljövő, feljövő sportot kerestünk. És így esett a hokira a választás. Ráadásul a hokiban nagyon viszont láttuk saját magunkat. Azért a hoki az egy, az egy kemény sport, az olajbiznisz egy nagyon-nagyon kemény. Hát a sisak hoky. is közös például, ugye? Nem? Hát az, oh. a sisak is közös, okay. igen, vagy a, vagy a sziszak. Tehát nagyon, nagyon férfi a sport a hoki. Csapatjátékon alapul, erősnek kell lenni, gyorsnak kell lenni, és elég kíméletlenek is kell lenni, és ebben egy piciket a saját magunk iparágát is láttuk, de nem ez volt a fő szempont, a fő szempont az volt, hogy közép-európai országokban egy olyan elfogadható sportot találjunk, amelyben nincsenek benne felesleges, túlzott nemzeti érzelmek, egy, egy viszonylag startup sportot kerestük, és a hokiban találtuk ezt meg. Ez Hozzá... hosszú távú? Ez hosszú távú. Hozzáteszem, hogy Szlovákiában a Slovnaft, az ottani váltunk, régóta benne van a hokiban, és ugye a szlovák hokia sokkal, sokkal előrébb tart, mint a, a többi, többi ország hokia. Ezért esett a Molligára a választás, és nagyon örülünk, hogy szépen fejlődik a Molliga. Több országban vagyunk, most már a negyedik országgal is kacsingatunk, hogy őt is bevonnánk a ligába. Hosszú távon gondolkodunk a hokival, Szeretjük autokit, és hát a legjobb élményem nekem az idei évben sport tekintetében, az az idei Divízió 1-es világbajnokság volt. Az arénában, ahol szintén a volt a főtámogató, hát azt a szurkoló élményt azt én mindenkinek tényleg szívből kívánom, úgyhogy emiatt a nekünk a szívünkhöz nagyon közel. És, van. és itt a végén még egy szót ejtsünk, ha már világbajnokságról és rendezvényről volt, ami támogat a, a cég, ugyanígy a hazai a Vívó világbajnokság támogatását is elvállaltátok. Ilyenkor -e a rendezvény lebonyolításában is valamilyen módon részt vesztek? Mit lehet hallani? Mert ez az a Vívó Világbajnonság, amiről sajnos szomorú hírek is érkeztek korábban, hogy gondok lehet vele, egyáltalán meg tudjuk-e rendezni, csarnok probléma. Szóval, belelátok ti ebben? Támogatók? Belelátunk ebbe, de nem akarunk beleszólni. A, van egy nagyon jó szervező csapat, régül, ismerjük, és szerintünk ők jól meg fogják tudni csinálni. Én azt hallottam, hogy az összes gond az megoldódott. A szervezésben mi nem vagyunk benne, mi támogatók vagyunk. Itt is ugye azt szeretnénk elérni, amit kicsit a, a, a hoki vb vel értünk el, hogy egy, egy szurkoló élményt hozunk létre. Az év egyik legnagyobb eseménye lesz ez, bár nem annyira látványos első pillantás, vagy első halásra egy vívó VB, mint mondjuk egy hoki VB, de amennyire ismerem a koncepciót. Hát három mindenkit kardére hágy indén, úgyhogy rá hát ki lesz ne, Nem szemes. csak ő reméljük, de amennyire az ismerjük a koncepciót, abban azon nagyon látványos lesz az idei műsor, és szeretnénk itt is a szurkolókhoz eljutni, és szeretnénk a szurkolóknak egy nagy élményt adni, és ezért támogatjuk a, VB-t. Ráadásul van egy, van egy közös kapcsolódási pontunk, ez pedig Szilágyi Áron és a többi tehetséges fiatal, aki MOL, úgyhogy drukolunk, hogy ez jól menjen. Hát akkor én csak azt kívántam, hogy minél több pénzt a magyar sportban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szívesen máskor is.